Játékos tanulással könnyebb a megértés. Tantaki percek a Max Rádióban a tantaki.hu támogatásával. Kedves Max Rádió hallgatók, ismét Tantaki percek itt a Max Rádióban. Ha minden igaz, akkor itt van a vonalban a játékos tanulás szakértője, Nagy Erika. Szia, Erika! Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mi lesz a mai témánk? A mai témánk egy érdekes téma. Mi a titka a jó tanulónak? Hú, erre én is kíváncsi lennék, de tényleg. Na, hát akkor most meg is fogod tudni. Ugye a legtöbb szülő arra vágyik, hogy a gyermeke jól teljesítsen az iskolában, és hát, hogy jó tanuló legyen. De mi a jó tanulók titka? Mitől jó tanuló egy tanuló? Ugye több érdekes összetevője is van, de az egyik nagyon érdekes dolog az az, hogy stabil szülői háttérrel rendelkezik. Vagyis kiegyens. Igen? Ez volt a tippem, a legelső. Ez volt a tippem? Igen, hogy a szülői háttér, mert bizony, ha otthon gond van, az rányomja a bélyegét a tanulásra. Így van, pontosan. Pontosan. Én korábban gyerekállásával foglalkoztam, és akik jöttek hozzám gyerekek, körülbelül a 90%-ának a szülei elváltak. Ezáltal tanulási problémájuk lett. Tehát nagyon fontos az, hogy egy kiegyensúlyozott, stabil szülői háttere legyen a gyereknek, mert akkor tudja a figyelmét ténylegesen a tanulásra fordítani, és ugye nyilván nem lesz zaklatott, mondjuk esetleg az otthoni problémák, vagy veszekedések, vagy bármilyen konfliktus miatt, hanem kiegyensúlyozott, és tud koncentrálni a tanulásra. Tehát ez az egyik összetevője, az egyik miértje annak, hogy miért jó egy tanuló. A másik, hogy nem megy tovább olyan dolgokon, amit ő nem ért meg. Tehát nincs túl sok meg nem értése az adott tananyagban. Mit is jelent ez pontosan? Ugye ez azt jelenti, hogy tanult, és mondjuk valamit nem ért. Akkor ő nem megy tovább, mint általában a gyerekek szoktak, hogy tovább megyünk, tovább olvasunk, majd lesz valami, és a végére egy-két hónap után már teljesen összezavarodott a gyerek az tantárgyal kapcsolatban. Azt sem tudja, hogy melyik bolygón van körülbelül, és ezért nem tudja megérteni a következő tananyagot. A jó tanuló viszont ő nem megy tovább azon a tananyagon, amit ő nem ért. És a jó tanuló mer kérdezni, ha valamit nem ért, vagy nem világos számára. Mert ha nem érti, akkor ő meg akarja tudni, hogy az miért van úgy, vagy hogyan van. Most mindegy, hogy melyik tantárgyról beszélgetünk, lehet a matematika, a történelem, a kémia, a fizika, bármilyen tantárgy, a jó tanuló mer kérdezni a tanártól, mer kérdezni a szüleitől, mer kérdezni az osztálytársától, stb. Nem tudom, hogy vagy ezzel a kérdéssel, de igazából a lényeg az az, hogy ha megtudjuk ténylegesen azt, mit kell tanulni, hogyan van az, akkor már is jó jegyeket fogunk szerezni, vagy hát nem feltétlenül a jegy a lényeg, de a lényeg, hogy megértse, és ráadjon maga biztosan tud. Igen, azért a jegy is tanulni. Hát a jegy is van, nyilván a felvételihez, vagy bármi, meg az egy visszajelzés a tanulónak, hogy igen, ezt jól csináltam, akárhogyan is nézzük, de a jegy az egy visszacsatolás, hogy igen, akkor én jól dolgoztam. Igen. Vagy ugye
Motiválja is a gyereket. Persze, természetesen motiválja is. Mondhatnám tovább, hogy a jó tanuló ugye sokat mozog.